A felső épület részen a teljes tetőszerkezet megújult, leszigetelték a tetejét, és nagyon időszerűvé vált, mert nagyon beázott már a tetőnk és a csoportszobák. Vasas Józsefné tagovoda vezető a két épületből álló Sopron utcai intézmény korszerűsítéséről beszél. Az öt csoportos óvodában 100 kisgyermek jár. Az 1930-as években épült régi épületbe és a 70-es évek végén épült főépületbe is jelentős beruházást végeztek. Megújultak a nyílászárók, szigetelték a lapos tetőt, a régi épület részben új tetőszerkezet került megépítésre. Új kazánok és hőleadást szabályozható radiátorok kerültek beépítésre, amik segítik a költségtakarékos fűtést. Mozgáskorlátozott illemhely és feljáróval ellátott bejárat is kiépítésre került. A korszerűsítés 67,5 millió forintos uniós, valamint 19 millió forint önkormányzati támogatással valósult meg az óvoda zavartalan működése mellett. Nagyon időszerűvé vált az óvodánk felújítása, ugyanis a tetőnk az régóta beázott már, és javítgatták, de mind hiába, mert utána is csak beázott, és a fűtéssel is nagy gondunk volt. A két épület rész egy kazán fűtötte, ezért nagyon sok energia elment, és most mind a két épület részünk új kazán kapott. Ugyanakkor a tető is szigetelve lett, és nagyon örülünk annak, hogy ez a problémánk megoldódott. Ez már a Zöldmező utcai iskola, a korszerűsítés másik állomása, ahol közel 117 millió forintos pályázati és 28 millió forintos önkormányzati támogatással végezték el az épület energiahatékonyságát javító jelentős megújítást. 35 éve épült ez az épület, és mert nagyon-nagyon el voltunk öregedve, nagyobb, komolyabb felújítás nem volt, így ez a támogatás, amelyet Keszthely városa tudott pályázni, nagyon időszerű volt. Ennek keretén belül nyílászárókat cseréltek a fát műanyagra, szigetelést kapott az épület kívülről, 15 centiset, egy színezést. A tető is szigeteléssel lett ellátva, melyre napkollektorok kerültek. Az épületben új radiátorok kerültek felszerelésre. A két intézmény megújításával még nem fejeződött be a városi intézmények korszerűsítése. Energetikai pályázatot adtunk be a tanúszodára, ahol is a tetőre szeretnénk szintén napelemet, valamint a GESZ mindkét konyháján ugyanezt szeretnénk elérni, valamint a zeneiskola egy komplett energetikai felújításon kell, hogy majd keresztül essen akkor, ha a pályázatot sikeresen meg is nyerjük. Az intézmények korszerűsítésével jelentős költség megtakarítás érhető el, hangzott el a sajtótájékoztatón.